Minden évben október 15-én a Fehér Bot nemzetközi napját ünneplik, amelynek célja felhívni a közvélemény figyelmét a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére. Télire, amit szoktunk eltenni, így műketten rendezzük. A feleségem most meg kell dicsérni, mert ő az ügyes. Büszkén mutatja Puskás Lajos a család kamráját. Zakuszka, Szilvalekvár, Barackompót mindezt felesége tette el Télire. Ő maga látássérült. Felesége Puskás Katalin vakon született, és már kiskorában megtanult a többi érzékszervei segítségével normális életet élni. A házaspár úgy véli, egy látássérült legnagyobb kincsei a barátok. Aki lát, el tud menni bárhova, én nem tudok elmenni, csak ha valakivel megyek. Egy ruhát, mikor kell vegyek, akkor mindig valakit meg kell kérjek, az unokatestvéremet, a testvéremet, vagy szomszédasszonyom is a másodikra sokat segít, ő vásárol be, és ha veszek egy ruhát, mindig másnak az ízlésére kell vegyem, mert én nem tudom, hogy hogy néz ki. Aki bezárkozik, mint nem látó, az nem csinálja jól. Kell erre-arra menni, baráti kört keresni, és biztos, ha rendes vagy, amikor bejönnek a házadba, lássák, hogy tisztaság van, akkor ők is jobban viszonyoznak veled. Hozzájuk hasonlóan csak nem 3000 Maros megyei személy él teljes vagy közel teljes sötétségben. Őket a Maros megyei Látássérültek Egyesülete segíti Ügyes-Bajos Dolgaik intézésében. Itt tudtuk meg, hogy a technikai fejlődéseknek köszönhetően már ruhák színét felismerő szerkezet segíti a vakokat az öltözködésben, vagy számítógépes hangolvasó segítségével beszélnek a könyvek. Az egyedüli probléma, amelyre úgy tűnik nincs megoldás, az a nekik megfelelő munkahelyek hiánya. A fogyaték miatt nem tudnak bármilyen munkát elvégezni. A masszőr volt az egyik alapszakma. Régebb a kartondoboz, seprűk, kefék készítését is sokan vállalták, viszont a privatizáció után megszűntek az állami vállalatok és a munka lehetőségek is. A Fehér Bot napjaként emlegetett világnapot 1969 óta ünneplik, és üzenete a vakok és gyengénlátók elfogadása és a társadalomba való teljes körű beilleszkedése.